jön ki belőle. Olvastam egy ilyen viccet, hogy egy idős néni, egy hívő néni felad egy bibliát, csomagot küld távolra, és akkor kérdezik a postán tőle, hogy van benne valami törékeny? Azt mondta, igen, a 10 parancsolat. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Ja, ezt még ma olvastam a Facebookon, valaki felírta, hogy ugye a vallás azt mondja, hogy csináld, Jézus meg azt mondta, hogy megcsinálta, tehát, hogy elvégezte. Halleluja. Jó, tehát az első leckének a megerősítése, vagy az affirmation, azt hiszem úgy mondja az angol, örömömet lelem Isten szavában, ő rabul ejti gondolataimat éjjel-nappal, az ő kimeríthetetlen forrásaiból vagyok folyamatosan ellátva. De hát ezt így egy kimondod magadnak. Tudjátok mit? Csak ezt a régi időket idézve, mondjuk ezt együtt. Jó? Na. Örömömet lelem Isten szavában, ő rabul ejti gondolataimat éjjel-nappal, az ő kimeríthetetlen forrásaiból vagyok folyamatosan ellátva. Ámen. Jó. Na most. Most van a beszélgetés rész, és akkor tényleg beszélgetni fogunk. Ezt a mikrofont, az is működik, ugye? Valamelyik. Jó, akkor ezt, akit kérdezek, vagy aki beszél, az nála van. Jó, hogy az egész világ hallja. Addig ide teszem a te kezedbe. Oké. Na. Tehát a... Oké. Beszélgessünk arról, hogy mit is jelent az elmélkedés Isten szaváról. A monitor az úgyse mutatja, hogy ki szól. Most csak bárkinek van bármilyen gondolata. Adod oda, légy szíves, kérlek. Csak a mikrofonba azért, hogy a felvételen is. Amiből számunkra megvilágosodik a valóság. Így van. Tehát, hogy mit jel, ez az elmélkedés. Ez az nagyon elmélkedés. Jó. Ámen. Nagyon jó. És ezt tudjuk megcselekedni. Ámen. Ámen. Nagyon jó. Minden segédeszköz lehet használni. Nagyon jó. A másik kérdés is játszik. Tehát, hogyan tehetem a mindennapjaim szerves részévé az elmélkedést. Jó, mondjuk ehhez majd ti is elolvassátok, tehát akkor is még jobban tudtok rá válaszolni. Egyébként ezek azért is vannak, hogyha mondjuk ilyen kis csoportban, mondjuk mi sem vagyunk olyan nagy csoport, de hogyha de, nagy csoport vagyunk, bocsánat, csak hogyha úgy, most ugye én egy kicsit ilyen prédikáltam is, de egyébként ezt úgy is lehet, hogy leülünk, és akkor csak beszélgetünk, tehát sokkal interaktívabb az egész. Akkor belőletek is ugyanezek a szavak jöttek volna elő, mert ugyanezek vannak. Mondja, drága testvérem. Mondja, nyugodtan, bátran. Bátran. A kérdés az a felelet, hogy forgassuk az igét a szívünkben. Amen. Éjjel és nap. Nagyon jó. Amen. Így van. Amen. De a szívünkben, nem a fejünkben. Így van. Ámen, ámen. Jó, na például mit jelent az, hogy forgatjuk az igét? Forgatjuk az igét. Forgatjuk a szívünkbe az igét, mint Mária. Ő is az igét a szívébe forgatta. Ámen. Nagyon jó. Látod, már egy új ige, ami, tehát nem magyarul, csodálatos, hogy nem csak az, ami ide le van írva, hanem ez olyan dolgról szól, mivel sok helyen meg van írva. Nagyon jó. Mária forgatta a szívébe. Az igét a szívünkbe forgatjuk éjjel és nappal. Például én, amikor felébredek, akkor mindig ámen, ámen. Így van, nagyon jó. Én is szeretem este még olvasni a Bibliát, meg amit ilyen szent szövegeket. Nem azért, mert akkor jobban alszom, hanem mert annyira szeretem. Igen, jó. Nagyon jó. Kinek van még? Mikrofon, please. Tulajdonképpen ezzel, hogy elmélkedünk, az elménket így tudjuk átállítani, ja, amit ír a Biblia is, hogy újítsátok meg az elméteket. Így van. Így van. Amen. Én ezt, bocsánat, saját tapasztalatból mondom. Így van. Ezt a könyvet elolvastam egyszer. Igen.
utána elolvastam még egyszer, és harmadszor, mikor elolvastam, már húztam alá, tettem oda a hálaadó megjegyzéseimet, és szinte egy fél éjszaka nem bírtam aludni. Dicsőség az Úrnak, mert állandóan ez járta az agyamba, hogy most ez tulajdonképpen nekem mi ebből az okolni, vagy tanulni valom, vagy a legvégére azt hiszem oda is írtam, hogy köszönöm Uram, és igen, ezt szeretném én is csinálni. És erre várok, hogy befejezhessem a munkámat, a családom megsegítését, és teljes erővel Isten munkájába szeretnék beállni. Amen. Amen. Halleluja. Csodálatos. Nagyon jó. Így van. Másnak milyen gondolatja született? Jó van. Tehát ez egy egész életfogytiglani gondolkozást jelent egyébként. Már nem fogy el, igen, igen. Épp ezért örökké tartó konverzésen lett belőle. Így van. Jó. Na most a házi feladat pedig a következő. Írj egy rövid fogalmazást. Ja, ugye nem kell házi feladatot írni, csak mondom. A házi feladat, írj egy rövid fogalmazást az 1 János 2.20-21-ről. Mutasd meg, hogyan van meg benne a kinyilatkoztatás és tudás kimeríthetetlen forrása, és fedezd fel, mi módokon lehet ezt felszínre hozni. Most, ahogy mondtam, figyeljetek, mert itt volt ilyenről szó, hogy én ilyeneket meg olyanokat mondok, hogy a János, ugye a János az egy halászember volt, ráadásul írás tudatlan is volt. Még azt is olvastam valahol, hogy még a leveleit is, nem azért, mert nem tudott írni a végén, szerintem arra talán csak megtanult az egész élete során, de egy másik János írta a leveleket, a János evangéliumot, és így, mert például itt lehet látni a János levelekben, hogy hivatkozik egy János a vén, és olvastam egy tanulmányt, hogy ott Efezusban a Jánosnak volt egy csapata, és abban volt egy másik János is, úgyhogy lehet, hogy ő írta. De csak azt akarom mondani, az is elképzelhető még, hogy a mi apostolunk az írás tudatlan volt, de ezt nem merném így a jelenlétébe mondani neki. De az a lényeg, hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy senki ne gondolja azt, hogy ő nem képes ilyenekre, jó? Tehát felejtsük már el azt, hogy ki milyen iskolát végzett, ezzel csak ezért akartam János bácsira utalni, hogy ő is honnan indult, és ilyenekről beszél, jó? Tehát mindenki csak higgye magáról azt, amit az Úr mond róla. Tehát ezt mondja ez az ige, hogy nektek, kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Ezt egyszer elképzeltem, hogy az öreg János már elege volt, már, nem elege volt, de már tudta, hogy már ő is megy el, és már nem volt neki fontos annyira szerepelni, előtte sem volt neki, de ő tudta, hogy kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Egyébként, amikor az elején beszéltünk erről, amikor ez a hozzáállásunk van, akkor nem akarunk szerepelni, nem akarunk szolgálni. Tehát én most itt szoktam így négy szem közt mondani, hogy én nagyon örülnék, hogyha valaki az egész világon hirdetni az evangéliumot, és mondjuk nekem nem kellene. Tehát én szívesen lemennék, én is nyaralni, pecázni, meg, vagy elmennék az Úrhoz inkább, de szükséges maradnom nekem is, meg nektek is. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy bárcsak valaki megcsinálná ezt. Tehát magyarul nem kell nekünk törekedni semmiféle szolgálatra, mert Isten az, aki végzi, amit el. Nem kell ide-oda furakodnunk, hanem amit mondtál, már most is benne állsz egyébként, de értem, amikor már nem fogsz dolgozni, akkor csak ezzel tudsz. Az, hogy hiszünk, ez az Isten munkája. És ez tud kisugározni a környezetünkbe erre-arra. Tehát a János az tudta, hogy neki nem kell pulpitus, mert bennetek van az a kenet. Nem azért írtam nektek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi nincsen az igazságban, ami hazugság. Ez csak egy kis gondolat, hogy
amikor a valósággal foglalkozunk, akkor ez az, ami kitisztítja belőlünk a hazugságot. Abban nincsen semmi hazugság. Ha nem azzal foglalkozunk, azokban sok hazugság lehet. Tehát ezért fontos az igével abban elmerülni, és az, amit ő szól hozzád. Figyeljetek, a korai, voltak olyan korai keresztények, ahol azt mondták róluk, hogy ezeknek állandóan van mondani valójuk. Ezt ilyen negatívként mondták az ilyen kis vallásosodó irányzat. Én azt gondolom, én azt látom, hogy egyszerűen amikor a kegyelemmel foglalkozunk, állandóan van. Tehát most bocsánat, de a Facebookon is azt látom, hogy azok állandóan irogatnak. Ez most nem azt jelenti, hogy Facebook előtt kell ülni, de én nem látom, hogy kifullad az ilyen törvénykező, ütlegelő beszéd. Nincs üzenet benne. Nincsen. Én nem látom az ilyen üzeneteket. Nem látok bölcsességet, ami inspirálna az embereket. Nincsen. Viszont amikor ezt látjuk, amit az Úr ad az ő kegyelméből, az valahogy kifogyhatatlan. Csak egy picit kell bambulnod egy igén, és már van valami benne, amit meg tudsz osztani, és ami téged is inspirál, és jó. Hogy így van, és épületes. Szóval tehát én, amikor én ezt látom, akkor azt mondom, ez a Szentlélek állandóan szól hozzád, állandóan, és nem hülyeségeket, tehát nem zagyvaságokat, megnézed, hogy ez semmi, hanem élvezed, jól érzed magad vele. Oké, jó, tehát nincsen házi feladatod, hála Istennek, hogy ezen a héten sincsen. Azért mondom, hogy felgerjesszem benned az, hogy hát ha tiltva van, akkor annál inkább csinálom. Így van, így van. Egyébként mondom, hogyha csak így lamentálsz rajta, akkor is kapsz már belőle, és ezt magadnak írod, jó? Magadnak írod. Aki viszont megírta, én nagyon örülnék, hogyha megosztaná velem, vagy egymással, jó? Tehát legyen az a rend, hogy akkor aki írt valamit, az hozzá el a következő órára. Hogyha az egy mondat, akkor egy mondat, jó? Nincsen ilyen mennyiségi elvárás. Így vagy a könyvet is. Jó, halleluja, dicsőség az Úrnak. Jó, és akkor jövő héten ugyanúgy 8-kor, vagyis hát 6-tól torna, 7:30-tól ima, 8-tól bibliaiskola, és a második anyag az már ott van nálatok. Halleluja. Úgyhogy az még egyszerűbb lesz, mert gyorsabban haladunk. Halleluja. Drága Szent Szellem, köszönjük neked, hogy bennünk vagy, hogy te Immanuel vagy, hogy velünk vagy, velünk van az Isten. Halleluja. Uram, ez annyira csodálatos, hogy velünk van az Isten. Te mondtad, Jézus, hogy veletek vagyok minden napon. Köszönöm neked, Atyám, hogy velünk vagy. Velünk vagy mindenhol, Uram, minden napon. Uram, mindegy, hogy kívül eső van, szél, vihar, Uram, te akkor is velünk vagy, Uram. Mi a kősziklából valók vagyunk, halleluja. És Uram, erre épül az életünk, hogy te belőled származunk. Uram, nem porból lettünk, Uram, hanem az Istenből lettünk, halleluja. A testünk az porból van, Uram, de mi belőled származunk, halleluja. Köszönöm neked, Istenem, hogy lemegy rólunk az eső, az árvíz, minden nehézség, mert nem ebből a világból származunk, Uram, halleluja. Dicsérünk téged ezért a Jézus Krisztus nevében, és Uram, köszönjük a te áldásaidat a testvéreinken, bárhol vannak, Uram, ebben a városban, vagy a magukéban, Uram, bárki, aki segítségül hívja a te nevedet, Uram, aki rólad van nevezve, köszönjük, hogy az egész világ, mert te rólad neveztetik minden nemzetség a mennyen és földön, csak nem mindenki hívja még segítségül a te nevedet, halleluja. És Uram, azért imádkozunk, hogy fusson a te világosságod, Uram, mindenfelé gyújtsa meg az emberek szívét, az értelmét, Uram, a Jézus Krisztus nevében, ahogy a Pál idejében volt, hogy egész Kis-Ázsia hallotta az evangéliumot. Atyám, köszönöm neked, hogy te neked most sem gyengébb a sebességed, mert ez ugyanúgy, Apu, a te munkád, akkor is, meg most is, és mi csak gyönyörködünk ebben, hogy hogyan fut a te evangéliumod a Jézus nevében. Amen. Amen.